4 hetes felkészülést követően némileg átalakított játékos kerettel várja a bajnoki rajtot a Sényői futballcsapat. A korábban távozókon kívül még egy labdarúgó igazolt el Sényőről, az elmúlt héten Bernát Martin Ibrányba tette át a székhelyét. A Boros Dávid, Gazsi Tamás, Varga József, Fenyőfalvi Dávid alkotta új négyeshez, a United Zürichtől hazatérő korábbi spari futballista Szokol Zsolt csatlakozott. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros elégedett a felkészülés során tapasztaltakkal. 7 darab edzőmérkőzést kötöttünk le a felkészülés elején, ezek mind megvalósultak, egy sem maradt el semmilyen okból kifolyólag. Az edzőmérkőzésen a csapat jól szerepelt, voltak mérkőzések, amikor kevésbé szerepeltünk jól, de ezt a fáradtság számlájára írtuk. Egyébként, amit elterveztünk, mindent végre tudtunk hajtani a felkészülés során. Nem kellett új csapatot építenünk, a játékosokat hamar be tudtuk rakni abban a játékrendszerben, amit mi szeretnénk játszani, úgyhogy bizakodva várjuk az első bajnoki mérkőzést. Az elmúlt szezonban újoncként elért 6. helyezést követően a 2019-2020-as idényben is a mezőny első felét célozza meg a Sényő. Mindenki izgatottan várja már a bajnoki rajtot, a Kisluki ellen fogunk kezdeni. A múlt héten találkoztunk velük egyébként egy edzőmérkőzésen is, ahol az utolsó 10 percben kapott 2 góllal sajnos vereséget szenvedtünk, de biztos vagyok benne, hogy a most vasárnapi az mindenképpen egy más mérkőzés lesz. Az egész bajnokság sokkal nehezebb lesz, mint tavaly, ahogy néztük, a minden csapat kellőképpen erősített. Mi is erősödtünk, én úgy gondolom a tavalyi kerethez képest. Biztos, hogy nehezebb dolgunk lesz, ugye jobban ismernek már minket, jobban készülnek ránk a csapatok. Hát meglátjuk. Azt a célt fogalmaztuk meg, hogy legyünk egy stabil középcsapat, és a vezetőség pedig az elvárásokat úgy fogalmazta meg, hogy a végén ez legyen egy számjegyű helyezés. A Sényű DVSC-2 mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: SMTK-60, Cegléd-Eger, Jászberény-Füzesgyarmat, Tiszaújváros-Gyöngyös, Balassagyarmat-Diósgyőr-2, Deac-Putnok és Ózd-Tája.